Szeptember 12-én Budapesten a Batthyány Lajos Alapítvány konferencia termében került sor a 15 éves Gödöllői Iparművészeti Műhely ünnepi konferenciájára. Az előadások többek között a kerttel, mint művészeti témával, vagy a műhely kiállítóinak munkásságával foglalkoztak. Az ünnepi alkalmon új kiadvánnyal is megörvendeztették a közönséget. Bemutatásra került a harmadik kert kiadvány, a 15 éves katalógus, amely katalógust Gödöllő városa is támogatta, és amely tulajdonképpen dokumentálja az utolsó 5 évet, hiszen az előző kettő az 5 évet, és a második a 10 évet, ezt most a 15. évet dokumentálja. Az iparművészeti műhely sikeresen élesztette fel a nagymúltú művésztelep hagyományait, ezzel pezsgő képzőművészeti életet teremtve Gödöllőn, mondta el Katona Szabó Erzsébet, a gimház vezetője. Most talán 15 év után már ki lehet jelenteni, hogy feléledőben van az a szellemiség, amit a gödöllői művésztelep teremtett meg egykor. Az országos koncepcióban pedig az a jelentősége, hogy ennek az eszmeiségnek és ennek a gondolatmenetnek, ennek a humanizmusnak, amit a gödöllői művésztelep képviselt, és ami számunkra, gödöllőiek számára teljesen természetes, ennek teremtett egy olyan helyet, egy olyan rangot, amit máshogy nem tudott volna szinte semmi megteremteni, hiszen az élő művészetnek az eszköztárával élni, az egy nagyon erőteljes vizuális hatást tud kiváltani mindenkiből, és a nagyon jó művészek jelenléte pedig ezt még erősíti. A konferencián résztvevők egyetértettek abban, hogy az iparművészeti műhely tanfolyamain, kurzusain folyó oktató munka a jövő művészetet értő nemzedékét szolgálja, például a műhely gyakorlatok elnevezésű nagy sikerű programmal, melyen közel 100 gödöllői diák vett részt.